És sziasztok srácok! A mai napra hoztam nektek egy újabb teória videót. Úgy is mondtam nektek tegnap, hogy még nem fejeztem be a történetet, ugyanis még azóta jöttek újdonságok, különleges felvételek. Donald Mustard is megváltoztatta a helyszínét Twitteren, illetve posztolgatott érdekes dolgokat. Kilíkelődött a negyedik képregény, ami már utalgathat a Season 7-re, és az új Fortnite bajnoksági skinről is lesz szó. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator kód beírásával, ami nem más, mint Ghost Rider, ezt az Item Shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod! Ugye meséltem nektek, hogy jó néhány streamer, youtuber kapott az Epic Games-től különleges képeslapokat, viszont utólag kiderült, hogy nem csak képeslapokat kaptak, hanem különleges DVD-ket is. Nos, ezekre a DVD-kre az van ráírva, hogy közelednek, és hát nagyon érdekes felvételek vannak rajta. Nézzétek meg! Okay. Let's find out what this is. Sex tape? Blackmail? Hostage family member? Let's see, I don't mean, is that play? Maybe? Random drone shots. Huh? Like crop circles. What is going on? I don't recognize any of these symbols. Jó, láthatóan, hogy újabb szimbólumot lehet látni, különböző logókkal vagy rúnákkal. Egy icipicit hasonlít az Imagined Order-nek a logójával, ugye a Spire-nak a medálján is ez volt, de a rúnák egyik sem egyezik meg ezekkel. Igazából ez egy hatszög, ami körbe van véve, és ugye benne megtalálható egy nagy pötty, illetve egy háromszög. Az egyik logó ott jobb oldal talán ugye a Spire-nek a zászlajával egyezik meg, ezzel a szimbólummal, úgyhogy lehet, hogy hozzájuk is van köze. Lényegében nehéz lenne megmondani, hogy mit is látunk, mert ugye teljesen új rúnák vannak, meg ilyen logót még nem láttunk. Kicsit nekem hasonlít a 18-as Vault-ra, az is ugyanilyen szép volt. Igaz, hogy nem így nézett ki, de nekem ez ugrott be elsőre. Az az érdekes, hogy elvileg ezek a rúnák megtalálhatóak a valóságban is. Ugye különböző streamerek más videókat kaptak, például Texasban is van ilyen, Ausztráliában, Egyesült Királyságban is van. Szóval ez az egész nagyon-nagyon fura. Úgy látszik, hogy az űrlények tényleg jönnek, és ilyen gabonaköröket fognak hagyni elvileg a Fortnite-ban is. Amiket mutattam képeslapokon is, különböző jelek, rúnák vagy szimbólumok találhatóak meg rajta, és ugye összességében ez adják ki ezt a hexagon hatszöget. És úgy látszik, hogy megvan talán a következő seasonnek a címe, a Reality Zero, vagyis a Valóság Zero. Donald Mustard tegnap megváltoztatta a helyszínét erre, és ezt a Reality Zero-t még soha nem hallottuk vagy láttuk, mert ugye eddig Zero Point volt, nem pedig Reality Zero, ami Valóság Zero-t jelent. De ezen kívül még megváltoztatta a borítóképét is, ami nagyon érdekes lehet. Tegnap Donald kiposztolta a negyedik képregény borítóját, ahol ugye Batman és Renegade Raider látható. Ugye már csak egy hét választ el a következő képregénytől. Ebben a tweetben leírja Donald, hogy ebben a részben, ebben a képregény részben nagyon-nagyon sok mindent meg fogunk tudni a Reality Zero-ról. Hogy hogyan működik és miért van. És azt mondta, hogy még ez évek óta tervezte, szóval lényegében ebben a képregényben, ebben a negyedik részben el fogja mesélni az egész Fortnite lényegét, a Zero Pointot, meg hogy miért létezik a sziget, hatalmas reveal-ek várhatóak. És ha ez nem lenne elég, ezen a képen, ezen a borítón Batman fog egy ilyen kis kődarabot, és mintha a Seven lenne rajta. Legalábbis innen nehéz lenne megmondani, hogy mit fog, de nagyon hasonlít arra a rajzra, amit Season 2-ben láthattunk, a fára vésve. Szóval úgy látszik, hogy Batman is a Seven-t keresi, úgyhogy lehet, hogy még Jonzal is össze fog futni, és együtt fognak működni. De szerencsére az első két oldal kiszivárgott, hogy hogyan is fog kezdődni a negyedik képregény, és itt már vannak érdekes dolgok. Sajnos ezek németül vannak, szóval fordítani nem tudok, de a lényeg az látszódik. Batman, macskanő és egy egész fortán sereg megtámadja az Imagined Order titkos bázisát, és harcolnak a katonákkal. Itt az egyik Imagined Order katonának a maszkját leveszik, és kiderül, hogy az összes Imagined Order katona Jones.
Batman itt fel is ismeri, meg is említi, hogy harcolt vele a loopban. Szóval tudja, hogy egy képzett harcos, és mit kiderült, hogy ezeket a Jonesokat felvették ide, hogy ugye védjék az Imaginary Order-t. Ezek szerint srácok, az egész Imaginary Order Jonesból áll. Az összes katona, amit megöltünk Season 5-ben, mind Jones volt. De hogy lehet az összes Jones? Esetleg klónozták őt? Vagy a Zero Point által létrehoztak többféle alternatív Jones-t, ezáltal beálltak ők katonáknak? Aztán a végén kiderül a nagy történetben, hogy a Foundation is Jones, illetve a Visitor is Jones volt annó, és mindenki Jones, bár ez durva teória lenne, de azért erre nem gondoltam volna, hogy az összes Imaginary Order katona Jones. Akármi is lesz, a záró 6. képregényben hatalmas csatára lehet számítani, ugyanis ez lesz a borítója, ahol rengeteg Fortnite skin harcol, és két darab macskanő, két darab Batman egyaránt darálják a népet. Itt már alapból furcsa lesz, hogy miért van két Batman és két macskanő, de gondolom ez majd megmagyarázza azt, hogy a Zero Point valamilyen képességgel snapshotokat tudnak létrehozni a karakterekről, ezért van olyan sok Jones. A teóriám az az, hogy ha megnyerjük az adott Battle Royale meccset, akkor úgymond kijutunk a loopból, de cserébe egy snapshotot hoz létre egy adott karakterről, úgymond kettő lesz belőle. Az egyik kijut a loopból, tud beszélni, emlékszik mindenre, a másik viszont benn marad a szigeten, és ugyanúgy nem emlékszik semmire. Ezért is lehet az, hogy két macskanő és két Batman fog harcolni a 6. képregényben, úgyis Batman és macskanő ugye kijutott a loopból, de ugye snapshotot hozott létre a Zero Point belőlük, így hát nem emlékszik a snapshot Batman, ami a páncélos lesz, illetve a páncélos macskanő, hogy kik ők, így hát harcolniuk kell. Ez megmagyarázza azt, hogy a szigeten miért létezik ennyiféle Jones, Jonesy, ahogy jobban tetszik, miért van ennyi verziója. Ugye Jones a leges-leges, aki létezett a szigeten és elvileg megnyerte az első meccset, ugye úgy van a neve is, hogy Jonesy the First. És valószínűleg annyi Jones jött létre a snapshotokkal, hogy igazából nem tudták hova rakni őket, ezért beállították őket Imaginary Order katonáknak. Szóval, mint mondtam, Season 5-ben az Imaginary Order, amikor feljöttek lifttel, ez mind Jones volt, csak ugye nem tudtuk, hiszen páncélban voltak. És azt tudtátok, hogy Season 5-ben Jules irányította az Imaginary Order katonáit? Itt van egy bizonyíték. Elég nehezen hallható, de nagyon hasonlít Jules a hangjára, főleg, hogy úgy van bent a fájlok között, hogy female, ami ugye nőt jelent. És ugye ebben a seasonben bekerül Jules is, mint skin, és ugye a köpenyén ott van az Image Order logo, ami azt jelenti, hogy nekik dolgozik. Úgyhogy én simán el tudnám képzelni, hogy ő parancsol a katonáknak. Egyébként meg lehet, hogy a következő seasonben le tudunk menni a föld alá. Egy azért, mert ugye a Batman Fortnite képregényben Batmanék leütnek a föld alá, az Imaginary Orderhez is ugye rendet raknak. A második azért, mert a mostani challenge-ekkel, amik most jöttek be ma, meg kell látogatnunk a régi Ghost és a Shadow helyeket. Ugye ebbe beletartozik a sárk, a grottó és a nagykapu a hegyben. Hát igen, ez az a hely, ami Chapter 2 Season 1 óta bent van, de soha nem történt vele semmi, nem nyílt ki, nem volt easter egg, semmi nem történt. Lehet, hogy itt az ideje, hogy a következő seasonben megnyíljon a kapu. Tényleg az a gyanúm, hogy itt rejtőzik az Imaginary Order, és meg lehet, hogy az UFO-k elől ide fogunk elmenekülni, vagy lehet, hogy megnyílik egy teljesen egy új alagútrendszer, ová le lehet menni majd lootolni. Illetve ott van még a grottó is, amivel nem történt semmi Season 3 óta, pedig szerintem nagyon jó kis hely volt annó. Jobban megnézve a képet, egyébként simán el tudnám képzelni, hogy ugye bemegyünk ide a föld alá, és valamilyen alagúton keresztül ugye fel tudunk jutni a másik helyszínre. Szóval például, ha lemegyünk a sárkba, lesz ott valami lift vagy valami, ami átdob minket például a grottóba. Ugye hasonló rendszer megtalálható a Warzone-ban is, ahol ugye a metrókkal lehetett közlekedni. Akárhogy is lesz, én nagyon várom, hogy legalább az ajtó kinyíljon, vagy valami történjen, hiszen már nagyon régóta várunk rá. Az UFO-kkal kapcsolatban egyébként annyi jött, hogy még ebben a seasonben be fognak kerülni az UFO-k, és valami olyasmi lesz, hogy fel fogsz minket szívni ez az UFO, fel fogja tölteni az életünket, és valahova ki fog minket dobni. Az, hogy mikor jönnek, azt nem tudom, szerintem majd csak jövő héten. Mondtam nektek a videó elején, hogy a Champion skin meg fogom említeni, egy azért is, mert limitált skin, ami azt jelenti, hogy csak most van bent a shopban, többé elvileg soha nem jön vissza, olyasmi, mint a World Cup-os skinnél volt. Tudom, elvileg megváltoztatták a World Cup-os skinnek az item shop dizájnját, ez nem jelenti azt, hogy visszajön, lehet, hogy csak alakítgat az Epic Games, nem jelenti azt, hogy egyből be fog jönni a shopba, lásd Marshmallow vagy Travis.
A teóriám az az lenne ezzel kapcsolatban, hogy ha visszaemlékeztek Season 5-re, akkor is egy ilyen bajnoksági cucc került be az item shopba, ami ugyanúgy limitált volt, viszont ez csak egy backbling volt. Most ugye bekerült a skin, és ez is ugye limitált, exkluzív, csak most lehet megszerezni, elvileg soha nem jön vissza többet. Szóval a teóriám az lenne, hogy minden seasonben jönni fog valami bajnoksági exkluzív cucc, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy a következő seasonben egy ilyen bajnoksági csákány lesz, utána egy glider vagy egy wrap. Legalábbis én ezt el tudnám képzelni, lehet, hogy csak én találtam ki, csak furcsa, hogy az előző seasonben egy backbling volt, most egy skin, el tudnám képzelni, hogy egy csákány is, vagy esetleg egy glider jön innen. A PC-seknek mondom, hogy most Epic Games-en ingyenes a Among Us. Egészen jövő hét csütörtökig, ezután újabb Mystery Game-et fogunk kapni, amit még sajnos nem tudunk, hogy mi lesz. Hát srácok, ennyi lett volna ez a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok lájkot és iratkozzatok fel, amíg nem vagytok. Hát igen, érdekes teória, miszerint minden Imaginary Order Jones, illetve elvileg következő seasonben ki fog derülni, hogy ki lesz a Dr. Sloan, lemegyünk a föld alá. Én nagyon várom a következő seasont, remélhetőleg a sztori szempontjából is jó lesz. Az a jó hírem van srácok, hogy szerintem hétvége felé is várható egy újabb teória, mert még mindig tudnék miről mesélni. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videómat, Kuszi Rider voltam, sziasztok!